Köszöntöm kedves nézőinket! A héten egy olyan programot ajánlok figyelmükbe, amely nem csak érdekes és izgalmas, de elsőként nálunk Magyarországon látható, vagy inkább láthatók első ízben. Mert hogy október 8-a és 11-e között rendezik meg a Mozinet elnevezésű filmnapokat, melynek egyik fő helyszíne a Művész Mozi lesz, ahol 4 napon keresztül olyan friss alkotásokkal találkozhatunk, amelyek csak a fesztivál után jelennek meg mozivásznon. Érkeznek filmek Cannes-tól kezdve Velencén és Berlinen át egészen San Sebastián. És ha ez még nem lenne elég, ráadás, hogy hazánkba látogatnak a filmekben résztvevő színészek, rendezők, így személyes beszélgetésekre is lesz lehetőség. De mindenről bővebben meghívott vendégünk Böszörményi Gábor ügyvezető fog beszélni. Előtte lássuk a programokat! Feke Pál és Vágó Bernadett kamaraestje a Benczúrházban október 9-én pénteken este 7 órakor. A két részes esten a két színész előadásában zongora kísérettel szólalnak meg világslágerek és musical részletek. Közreműködik Sebestyén Áron zongoraművész zeneszerző. Lír király a Radnótiban. Van, aki a szenvedésben tisztul meg. Van, aki attól lesz bölcs, hogy megbolondul, és van, aki attól kezd látni, hogy megvakul. Shakespeare egy ősi kelta monda nyomán a széthulló család a gyermeki hálátlanság történetén túl gonosz és jó végletes, kozmikus harcát tárta elénk megmutatva, hogy milyen az ember, ha szembesülni kényszerül önmagával és tetteik következményeivel. Ezúttal a színművet Alföldi Robert állítja színpadra. Premier október 4-én. Terézvárosi búcsú október 17-e és 18-án. A Terézvárosi búcsú egy olyan összművészeti fesztivál és vásár, ahol szabadon barangolva különböző programokba, látnivalókba ütközhetünk az Ötvös utcát és a Szófi utcát járva. A 2 nap alatt lesz kézműves és gasztronómiai vásár, fotószínház, fakörhinta, játékszínház készítés, kiállítások az Ötvös tízben, helytörténeti séta Terézváros utcáin, és persze a magával ragadó utca hangulat. Idén 5. alkalommal rendezik meg a Mozinet filmnapokat október 8-a és 11-e között, melynek egyik fő helyszíne a 6. kerületi Művész Mozi. A 4 nap alatt 9 olyan filmet mutatnak be, amelyek először láthatók Magyarországon az országos moziforgalmazás előtt. Úgy, mint a Macbeth, Ifjúság, Kosok, Fusi, Aferim, a Lecke, Legújabb testamentum, Kábbolyok és a Szűkülő kamaszkor. A premier filmek mellett néhány korábbi cannes-i sikerfilm is újra terítékre kerül. A vetítéseket kiegészítik majd a filmekhez szervezett beszélgetések, közönségtalálkozók és egyéb rendezvények. Mindenről részletesen Böszörményi Gábortól hallhatunk, aki itt ül már mellettem a stúdióban. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Köszönöm a meghívást, üdvözlöm a nézőket. Kezdjük a legelején, hogy maga a Mozinet, az tulajdonképpen mit jelent? Mi egy művészfilmforgalmazó cég vagyunk. A Mozinet igazából most már 15 éve működik. Egy online filmmagazinként kezdtük, utána egy havi magazin voltunk, működtettünk művészmozit, és az elmúlt években pedig a filmforgalmazásra koncentrálunk, főleg európai művészfilmekkel foglalkozunk. És a Mozinet, tehát én arra asszociálok, hogy a net, hogy valahogy benne van az internet, de nem jövök rá, hogy miért ez a neve, miért ez a két összetétel. Hát az interneten kezdtük. Tehát ez 98-ban indult igazából egy hobbi oldal. Tehát nem is volt akkor írott sajtó. Nem volt. Az egyik első internetes filmes magazin voltunk, 2000 óta működött ez Mozinet néven. És ott összejött egy, hát akkor elég fiatalok voltunk még, úgyhogy összejött egy fiatalokból álló közösség, akik nagyon szerettük a filmeket, és elkezdtünk együtt gondolkodni azon, hogy mit lehetne itt a magyarországi filmvilágban ügyködni. És hát elég gyorsan oda jutottunk, hogy azokat a filmes gyöngyszemeket, amik nem kerülnek be a magyar mozikba, ezeket behozhatnánk. És mozi forgalmazással foglalkozunk azóta. És azóta minden évben rendszeresen megrendezik ezt a fesztivált. Ez most az 5., tehát egy jubileumi 5. Mozinet filmnapok, ami lesz október 8 és 11 között. Az előző 4 azok nyáron voltak, és kisebb szabásúak voltak, talán lehet ezt mondani. Az előzőeknél az volt a koncepciónk inkább, hogy nyáron, amikor kevesebben járnak moziba, és kevesebb fesztivál, kevesebb esemény van, akkor a Művész Moziban csinálni egy olyan eseményt, ahol meg lehet nézni azokat a filmeket, amikről lecsúsztak az emberek korábban. Az elmúlt egy év filmjeiből válogattunk, és egy hosszú hétvégén mentek ezek a filmek. Most, hogy az 5. alkalomhoz jutottunk, arra gondoltunk, hogy kicsit rá kéne erre
pakolni még valamit. És, valami plusz. Igen, és hát ez annyira jól sikerült, hogy 9 új filmet mutatunk most be, amiket eddig még a magyar közönség nem látott. Ezekből számos film Cannes-ban volt, Berlinben, San Sebastianban, Velencében, tehát igazából a legnagyobb. Ott már gondolom európai... díjakat is nyert filmek. Így van, így van. Sok film különböző díjakkal tért onnan haza, de ezek a filmek még nem kerültek a magyar moziforgalmazásba, csak később kerülnek, és hát 3 filmes sikerült vendéget is hívnunk, 2 izlandi vendégünk és egy francia vendégünk lesz. Az egyik izlandi film a Kosok, ami Cannes-ban a Certain Regard nevű szekciónak a fődíját nyerte, ennek az érdekessége, hogy ugyanezt a díjat nyerte tavaly a Fehér Isten, tehát tavaly a Magyar kutyák, idén pedig az izlandi birkák nyertek egy díjat. Tehát, hogy annak a rendezője jön, és a közönség találkozón fog részt venni majd a Művész moziban és az Uránia moziban is, illetve egy másik izlandi film, a Fusi, ez a neve a főszereplőnek, című film, aminek pedig a főszereplője jön, aki egy 140 kilós megtermett férfi ember. Ő egy 40x éves embert alakít a filmben, aki még mindig az édesanyjával él, és nem tud elszakadni a szülői köteléket, nem tudja elszakítani. És erről szól a film igazából, hogy most már ideje lenne a saját lábára álljon, egy nagyon, nagyon érzékeny, finom megoldásokkal dolgozó film. És egyébként a főszereplő Gunnar Jónsson Izlandon egy nagyon nagy sztárnak számít, tehát talkshow-ja van és egy nagyon ismert színész. És ő pedig például a Tribeca Fesztiválon Amerikában nyert legjobb férfi főszereplő díjat, ahol ez a film egyébként legjobb filmdíjat is megnyerte. De bemutatták a Berlinálén is a filmet, tehát sokat utazott. A harmadik film pedig, amihez vendégünk jön, az a Cowboyok című film, aminek Thomas Bidegen, a francia rendező készített a filmet. Ő forgatókönyvíróként volt eddig ismert főleg, nagyon sok olyan filmnek írta a forgatókönyvét, amit aztán Oscarra is jelöltek, César díjat kapott, például a Proféta, Rozsda és Csont, vagy most lesz majd a Deep End című film, ami Cannes-ban az Aranypálmát a Saul fia elől úgymond nyerte el. Ennek a filmnek is ő a forgatókönyv írója, és a Saul fia is egyébként a programban szerepel, ami hát gyakorlatilag most már kimondhatjuk, hogy valaha volt legsikeresebb magyar film, hogyha a nemzetközi fogadtatást nézzük. Hát reméljük, hogy az Oscarig is eljut. Ez a film ugye már korábban bemutattuk, és játsszák a mozik. Most az Urániában szervezünk hozzá egy külön beszélgetést, ahol főleg arról lesz szó, hogy minek köszönhető ez az óriási siker, ami a filmet övezi szerte a világon. Ugye most volt Torontóban vetítés, most éppen San Sebastianban mutatták be, aztán még Londonban, tehát és mindenhol imádja a közönség. Ez egy nagyon fontos dolog volt nekünk a filmnapok kapcsán, hogy minden filmhez, vagy nem is minden filmhez, de minden nap, minden helyszínen legyen valami extra dolog, egy beszélgetés, vagy bármi. Valami kiegészítő program. Így van, ami kicsit úgy hozzáad, és nem csak egy filmvetítés van. Nyilván ezek a közönségtalálkozók, ugye, ezek adják magukat, tehát a Művész moziban mind a 3 alkotó, aki itt van, meg fog fordulni. Bocsánat, ezt hogy kell elképzelni? Kötetlenül lehet beszélgetni a színésszel, a rendezővel, akárkivel? Úgy kell elképzelni, hogy lemegy a film, és a film után ott lesz egy fél órát, 40 percet a rendező főszereplő, és egy moderátoron keresztül lehet nyilván beszélgetni, a moderátor fordít, lesz, amikor izlandi tolmácsunk lesz, amikor angolul lesz a beszélgetés, és lehet kérdezni, így van, tehát ez kötetlenül lehet kérdezni, és aztán pedig szombat este, október 10-én a Fogasház szórakozó helyen lesz egy ingyenes buli, ahol remélhetőleg mind a 3 vendégünk ott lesz, tehát oda lehet menni hozzájuk, és akkor egy sör vagy egy ásványvíz mellett megbeszélni, hogy kinek hogy tetszett a film. Tehát próbáljuk őket kicsit bevinni a budapesti éjszakába is, és nyilván ez egy fontos szempont nekünk, hogy találkozzanak a közönséggel, és ők nagyon várják ezt, tehát mindegyiküket külön beszéltem erről, és nagyon kíváncsi akarja, hogy a magyar közönség hogy fogadja a filmeket, és hogy milyen kérdéseket tesznek fel. Mit gondolnak róla? Az elhangzottak alapján valóban azt gondolom, és azt hiszem, hogy a nézők is úgy vélik, hogy minőségi filmekről van szó, ha csak a díjakat és az filmek utóéletét vesszük, de a műfajokat tekintve van valami besorolás, valami, hogy dráma, vígjáték, tehát vegyesen mindenféle műfaj megtalálható?
Csináltunk egy kis katalógust a filmnapoknak, ami a művészmozikban, tehát a művészben is, illetve az Urániában, ez a két budapesti helyszínünk van, és mellette még 12 vidéki mozi, tehát egy országos rendezvény, mindenhol ez a 4 nap alatt lesz. 4 nap alatt párhuzamosan zajlanak a betítések. Igen, és mindenhol lesznek kiegészítő programok. Tehát ebben minden megtalálható a filmekről. Nagyon vegyes azért azt lehet látni, tehát 9 új film van, és 6 régebbi film. Például a Saul fia, vagy az Eszeveszett mesék, Büszkeség és bányász élet. Tehát ezekben van nyilván fekete komédia, van nagyon kemény művész dráma is, vannak könnyedebb filmek. Ott van például, ami szeretnék meg kiemelni, az Ifjúság című film, Paolo Sorrentinónak az új filmje, ő ugye a Nagy szépséget rendezte legutóbb, tehát ez a következő film a Nagy szépség után. Az első angol nyelvű filmje, világsztárokkal dolgozik, Michael Caine, Harvey Keitel szerepel a filmben. Nyilván ez, aki látta a Nagy szépséget, egy hasonló hangulatú filmre kell készüljön. Hogy ez milyen műfajú film, ugye ez egy nehéz dolog, nehéz mert besorolás. Nyilván nagyon fontos témákról, az élet alapvető kérdéseiről szól, de ugyanakkor nem akarja a földbe döngölni a nézőt. Nagyon fontos benne a zene, Michael Caine egy karmestert alakít, és hát Sorrentino mindig is nagyon fontos volt, fontos a zene a filmjeiben. Ott van a Macbeth című filmünk, Marion Cotillard és Michael Fassbender főszereplésével, ahogy az Ifjúság, ez is Cannes-ban, a versenyprogramban mutatkozott be, tehát a Saul-al egy kategóriában. Hát ezt egy nagy Oscar esélyesnek mondják, az amerikai forgalmazó decemberben mutatja majd be a filmet, az Oscar főszezonban. Mi az angol és az amerikai premier között majd október végén hozzuk, most ugye minden moziban egy-egy vetítése lesz a filmeknek. Hát ennek az a különlegessége, hogy a korabeli Skóciába helyezte, tehát hogy amikor, tehát egy ilyen hiteles film ilyen szempontból, de közben pedig nyilván vizuálisan meg egy nagyon stilizált és egy nagy költségvetésű, hát szintén ragyogó színészekkel készült film. Vagy például Belgiumból érkezik a legújabb Testamentum, aminek az a története, hogy Isten létezik, és Brüsszelben él napjainkban, és azzal tölti az idejét, hogy olyan szabályokat ír, amikkel megkeseríti az életünket. Na most ez nyilván egy fekete komédia, amiben szintén nagyon sok szív van benne egyébként, és nagyon-nagyon megérint sok helyen, de hát ugyanakkor meg egy kicsi szürrealista, abszurd történet, amiben nagyon sok helyen a saját életünkre azért ráismerhetünk. Tehát, hogy nagyon különbözőek igazából a filmek, de levetítjük újra Pavel Pavlikovszkinak az Ida című filmét, ami az Oscart nyerte a legjobb idegen nyelvű film kategóriában. Reméljük, hogy a Saul nyeri ugye a legközelebb. Mi egy fekete-fehér, lengyel, nagyon szép film. Hát most nyilván nagyon különbözőek ezeknek a filmeknek a hangulata, a látványvilága. Nem ez alapján válogatunk leginkább, hanem szeretnénk tényleg egy olyan merítést mutatni, ami amiben benne van minden. Hát benne igen. Van múlt, jelen, vígjáték, dráma, és tényleg a művész filmektől egészen a nagyjáték filmekig, amiket a mozivásznon láthatunk. Mert igen, hogy ezek is be fognak kerülni a nagy mozikba. Az összes film lesz majd később a mozikban, még idén bemutatjuk őket. Hát azt reméljük, hogy most el tud jutni egy ilyen válogatott közönség, ez mondjuk így, akik ugye rögtön nézik azt, hogy milyen filmeket érdemes megnézni, és ők majd viszik a hírét ezeknek a filmeknek, amikor a mozikba kerülnek. Hát nekünk nyilván ez a legfontosabb, hogy elkezdjen egy jó szájhagyomány úgymond elterjedni a filmekről, és hát hiszünk a filmjeinkben, úgyhogy nagyon szívesen mutogatjuk a közönségnek a premier előtt. Hát akkor nincs más hátra, mint hogy adjunk egy kis segítséget a kedves nézőknek, hogy hogyan tudnak jegyet vásárolni, vagy egy heti, vagy nem heti, tehát az egész fesztiválra szóló karszalag van, vagy napi jegyet is lehet venni. Gondolkodtunk a karszalagon, de aztán még úgy döntöttünk, hogy lehet, hogy káosz lenne belőle, hogy üres helyek maradnának közben, pedig a másikra túl sok ember megy, úgyhogy jegyeket lehet vásárolni, tehát normál jegyáron működnek a vetítések. Már egységesen minden moziban egyébként? Hát mozinként változik. Tehát a mozik döntötték el igazából, nem akartunk ebbe beleszólni. A művészmoziban is már elindult
bérleti jegyvásárlás, van olyan film, ahol már sok ilyet megvettek. Akár interneten keresztül is lehet? Persze, a művészmozi.hu-ra, hogyha ha fölmennek a kedves nézők, akkor ott tudnak ilyet vásárolni, és a mi Facebook oldalunkon is van plusz információ, van egy külön Facebook eseménye a filmnapoknak, és azt javaslom tényleg, hogy ezt a katalógust érdemes talán fellapozni, mert ez ingyenes katalógus, el lehet venni a mozikból, úgyhogy, és nagyon szeretik az emberek, akik eddig belenéztek. Szuper. Hát azt gondolom, hogy mindent megtudtunk, amit szerettünk volna nagy vonalakban legalábbis, hiszen a filmeket mindenképpen meg kell nézni ahhoz, hogy még többet megtudjunk. De ahogy hallottuk, és a kedves Gábor is elmondta, hogy neten is, illetve a személyesen pénztáraknál is meg lehet vásárolni jegyeket, úgyhogy mindenkit arra buzdítok, hogy látogassa a filmhetet. Ezzel megköszönöm figyelmüket, hogyha bármilyen észrevételük van, akkor nyugodtan hívjanak minket a 061-301-0956-os telefonszámon, vagy írjanak e-mailt az info@hatoscsatorna.hu e-mail címre. Kellemes kikapcsolódást kívánok, viszontlátásra! Kis Bernadett ruhájáról a Navona Fashion gondoskodott.